Részt vesz az Európa Tanács tagországainak csúcs találkozóján Novák Katalin. Az államfő kijelentette, ott is a békéért fog kiállni. Csatlakozott a NATO kibervédelmi központjához Ukrajna. A háborúzó ország egy lépéssel közelebb került az Észak-Atlanti Szövetséghez. Több mint 100 belgrádi iskolában volt bombariadó ma reggel. A rendőrség ellepte az intézményeket, a diákokat hazaküldték. És egy tyúk miatt állt le a metró Mexikó fővárosában. A szárnyas az alagútban szaladgált, csak nagy nehezen kapták el. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett Novák Katalin köztársasági elnök kedden Reykjavikban az Európa Tanács tagországainak csúcs találkozója előtt. Az államfő közösségi oldalán azt írta, Európának stratégiai autonómia kell, hogy saját érdekei mentén tudjon döntéseket hozni. Hozzátette, ehhez mihamarabbi béke szükséges Ukrajnában. Az államfő ezt követően Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival folytatott négy szemközti megbeszélést. Egymás után érkeztek az elnökök az Európa Tanács tagországainak csúcs találkozójára kedden Reykjavikban. A találkozón Európa 46 országának vezetői gyűltek össze, hazánkat Novák Katalin köztársasági elnök képviseli. 20 éve nem volt példa olyan csúcs találkozóra, amely most kezdődik, írta közösségi oldalán az államfő, aki hozzátette, a háborúról és annak hatásairól is egyeztetnek a vezetők. Leszögezte azt is, a nemzetközi fórumon most is a békéért fog kiállni. A közös fotó és a nyilatkozatok után kétoldalú megbeszélések zajlottak az izlandi fővárosban. A köztársasági elnök először Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett, a fő téma Európa stratégiai autonómiájának fontossága volt. Novák Katalin úgy fogalmazott, Európának stratégiai autonómia kell, hogy saját érdekei mentén tudjon döntéseket hozni. Ehhez azonban mi hamarabbi béke szükséges Ukrajnában, számítunk egymásra. Baráti beszélgetés Reykjavikban, ezt pedig már ahhoz a fotóhoz írta Novák Katalin, amelyen az olasz miniszterelnökkel látható. Hozzátette, Giorgia Melonival szövetségesek könnyű és nehéz időkben egyaránt, hiszen közösen lépnek fel a hagyományos családi értékek mellett és az illegális migráció ellen is. Az Európa Tanács tagországainak kétnapos csúcs találkozóján egy nyilatkozatot is aláírnak, aminek értelmében jegyzőkönyv készül az Ukrajna elleni orosz agresszió során okozott károkról. A nyilatkozat bizonyítja, egységesek vagyunk, sikerült egyetértésre jutnunk az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontunk tekintetében. Megmutattuk az Európa Tanács és az Egyesült Európa erejét. Örülök, hogy a mai nappal sikerült konszenzusra jutnunk, fogalmazott a köztársasági elnök. Novák Katalin Reykjavikból New Yorkba utazik, ahol az ENSZ közgyűlésén is felszólal majd. A háború egyik legsúlyosabb légicsapását hajtotta végre tegnap Oroszország Kijev ellen. A moszkvai védelmi tárca közlése szerint elpusztítottak egy Patriot légvédelmi rendszert és két harci repülőt. Kijev ezt száfolta. Az ukrán hadvezetés szerint minden orosz rakétát hatástalanítottak. Közben a kijevi külügyminisztérium bejelentette, Ukrajna csatlakozott a NATO kibervédelmi központjához, vagyis egy lépéssel közelebb került az Észak-Atlanti Szövetséghez. Rég nem látott intenzitású légicsapás hullám sújtotta az ukrán fővárost kedden. 6 ballisztikus rakétát, 9 robotrepülőgépet és 10 rövid hatótávolságú rakétát lőtt Kijevre az orosz hadsereg hajnalban, majd a nap további részében 37 légicsapást és további 27 rakétatámadást hajtott végre az ország különböző pontjain. A tüzérségi tűz szinte folyamatos volt a frontvonal menti területeken. Csak Herszon megyét 406 találat érte, 7 ember megsérült. Zaporizsja régióban 88 csapást regisztráltak, 3 civil megsebesült. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, sikeres volt a hiperszónikus rakétákkal végrehajtott légicsapás, ugyanis elpusztítottak egy Kijevben állomásozó amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszert, valamint lelőttek egy
Su-24-es és egy Su-25-ös csatarepülőgépet. Az ukrán haderő főparancsnoka ezt cáfolta. Állítása szerint az összes, korábban kivéthetetlennek hit, kinzsál típusú orosz hiperszónikus rakétát hatástalanították. A keddi orosz légicsapás és az ukrán védelem igazolja, sikeres a Nyugat és Ukrajna összefogása, mondta videókapcsolaton keresztül Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az Európa Tanács államfői csúcs találkozóján Reykjavikban. Ukrajna területe nagy, s ahhoz, hogy a tegnapihoz hasonló légvédelmi sikereket érjünk el az ország teljes területén, szükségünk van további védelmi rendszerekre és modern harci repülőkre, ismételte el az ukrán elnök. A tanácskozáson Ursula von der Leyen bizottsági elnök kijelentette, az Európai Unió pontosan úgy képzeli el a leendő békét, mint a kijevi vezetés. Minden lehetséges módon segítünk Ukrajnának, hogy elnyerje békéjét, egy igazságos békét. Határozottan támogatjuk Ukrajna béketervét, csak ezt tekinthetjük a békeépítés alapjának. Felszólítok minden itt megjelent államot, sorakozzanak fel e béketerv mögött, üzente a bizottsági elnök, utalva az ukrán követelésekre, miszerint csak akkor kezdődhetnek meg a béketárgyalások, ha minden orosz katona elhagyta Ukrajna területét. Hivatalosan is csatlakozott a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központjához Ukrajna, közölte a kijevi külügy. A testület Tallini központjában már fel is vonták Ukrajna zászlaját a többi NATO tagállamé mellett. A központ tagjai összehangolt stratégiával védekeznek a kibertámadások ellen. Mi alatt Ukrajna egy lépéssel közelebb került a NATO-hoz, addig Oroszország az ellenkező irányba tette egy lépést. Az orosz parlament kedden egyhangúlag megszavazta az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló úgynevezett CFE szerződés felmondását. A megállapodás az egykori Varsói szerződés és a NATO tagállamok haderőinek egyenlő létszám korlátozását rendelte el 1990-ben. Az orosz-ukrán háború kitöréséig az Európai Unió a béke elősegítésére és fenntartására, a háborús konfliktusok elkerülésére törekedett. Erről beszélt Lomnici Zoltán az M1-en. A századvég tanácsadója szerint úgy tűnik, mintha feledésbe merültek volna a korábbi történelmi tapasztalatok, és Európa eddig soha nem látott fegyverszállítással sodródik bele a háborúba. 2014-ben, amikor az merült fel, hogy Szíriába szállítsanak-e fegyvereket, akkor a francia és brit álláspontot, amely kifejezetten azért is a szíriai fegyverszállítás mellett volt, mert ott voltak az oroszok, és velük szemben fel kellett lépni, akkor ezt számosan bírálták az Európai Unióból, veszélyesnek tekintették, és olyan szempontok merültek fel, hogy a régiós konfliktus kibontakozásához vezetnek. Ma már ilyen hangokat nem lehet hallani. A Magyar Honvédség fejlesztésével egy olyan elrettentő erőt épít a kormány, amivel a régióban számolni kell. Ezt mondta a honvédelmi miniszter az M1-en. Szalai Bobrovnicki Kristóf arról beszélt, a hadsereget az orosz-ukrán háború miatt harckészültebb állapotba kell hozni, ezért is kezdett idén a honvédség intenzív toborzásba. Hozzátette, tudatosítani kell a fiatalokban, hogy ez már nem az a hadsereg, amiről az édesapjuk révén hallhatnak. Egy élesebb, harckészültebb testtartást vesz fel a Magyar Honvédség, és emellett szervezeti változásokat is eszközölünk. Ilyen a területvédelmi parancsnokságok létrehozása, ezen keresztül az egész területvédelmi, az egész országot lefedő önkéntesek, tartalékosokra épülő, már majdnem haderő, nem technikailag ez nem igaz, de egy ilyen új komponens jön létre a haderőben. Tehát ezeknek az összessége épít fel egy olyan elrettentő erőt, amivel mindenképpen a régióban számolni kell. És így tudjuk megőrizni Magyarország érintetlenségét és békéjét. Egy figyelmeztető lövés lehetett a Washington Post kiszivárogtatása. Ezt mondta a 21. század intézet elemzője az M1-en. Nagy Ervin szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök terve, miszerint felrobbantaná a barátságkőolaj vezetéket, hogy itt tegye tönkre a magyar ipart, az Egyesült Államoknak sem érdeke. Ezért ezzel a szivárogtatással jelezték neki, hogy ne tegyen ilyen felelőtlen lépéseket.
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen figyelmeztetés lövés volt, vagy figyelmeztető lövés volt Zelenszkij felé. A 21. század intézet elemzője szerint világos üzenet volt a Washington Post néhány nappal ezelőtti kiszivárogtatása. A Pentagonból származó titkos hírszerzési iratokra támaszkodó cikk szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egy közvetlen munkatársával indulatosan arról beszélt, hogy fel kellene robbantani a barátság kőolaj vezetéket, hogy nehéz helyzetbe hozzák a magyar gazdaságot és az Orbán Viktor vezette magyar kormányt. Nagy Ervin kifejtette, egy ilyen drasztikus ukrán lépés egyértelműen nem lenne érdeke az Egyesült Államoknak. A Washington Post annak a lehetőségét taglalja, vagy annak a lehetőségét villantja fel, hogy nem megbízható szövetség Zelenszkij. Tehát én azt gondolom, hogy olyanok lehetnek a kiszivárogtatás hátterében, akik vagy a háborúnak a befejezésében érdekeltek, vagy akik abban gondolkodnak, hogy Zelenszkij kockázatos ebben a háborúban, mert olyan eszközökhöz is hozzányúlhatna, ami az amerikaiak érdekében sem áll, hisz azért mégiscsak Magyarország NATO tagország, és az ugye az Egyesült Államok érdekében nem állna, hogy egy NATO országot ilyen támadás érje. Ugyan a nagy port kavart amerikai cikk bejárta a világ sajtót, az Európai Bizottság elnökének a figyelmét különös módon, mintha elkerülte volna. I have no knowledge of this. I'm sorry. Zavart csenddel, majd kényszeredett nevetéssel reagált Ursula von der Leyen hétfőn, amikor a közmédia arról kérdezte, mit gondol Volodymyr Zelenszkij robbantási tervéről. Az Európai Bizottság elnöke végül csak annyit mondott, nem hallott az ügyről. Sajtóhírek szerint a magyar kormány felháborodott Volodymyr Zelenszkij szavain. Az Index szerint az ukrán elnök mondatai is szóba kerültek a keddi kormányülésen. A portál a kormány egyik meg nem nevezett tagját idézve azt írta, az ukrán elnök fenyegetése egyenesen felháborító. Az Index arról is írt, hogy a kormány már az OTP elleni szankciókat is magyar ellenes lépésnek tartotta, hiszen miközben az osztrák Raiffeisen sokkal nagyobb mértékben van jelen Oroszországban, az ukránok mégsem szankcionálják. Ezt erősítette meg Szijjártó Péter minapi nyilatkozata is. Botrányos, elfogadhatatlan, hogy Ukrajnában a háború nemzetközi szponzorainak listájára helyezték az OTP bankot. Közben elvárják tőlünk, hogy újabb áldozatokat vállaljunk Ukrajna megtámogatása érdekében. Az M1 a cikk megjelenésének napján e-mailben megkereste Ukrajna budapesti nagykövetségét. Azt kérdeztük, hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO ország ellen szervezkedik. Miért áll érdekében Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a magyar ipar tönkretétele? Kitértünk arra is, hogy a Washington Post azt írta, Volodymyr Zelenszkij agresszív ösztönei éles ellentétben állnak a nyilvánosság előtt kialakult képpel, ezért megkérdeztük, milyen agresszív ösztönöket bizonyítanak a kiszivárgott dokumentumok. Adásunkig Ukrajna magyarországi nagykövetsége nem válaszolt. Jövő június 6-a és 9-e között lesznek az európai parlamenti választások. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy Magyarországon június 9-én tartják az önkormányzati választásokat is. Egy korábbi döntés értelmében a két választást ezután egy időpontban kell megrendezni. Kapcsolunk Brüsszelbe, a Közmédia Uniós Központjába, a Baracka Eszterhez. A tagállamok hetek óta vitatkoztak az időpontról, a döntést végül mégsem ők hozták meg. Miért nem? Jó napot kívánok! Azért van így, mert az európai parlamenti választások időpontját alapvetően a szerződés szabályozza, de a tagállamok ettől eltérhetnek, hogyha képesek egyhangulag dönteni. Valóban hetek óta folyt egyfajta vita, és ki is alakult egy többség egy május második felében található időpont mellett, de végül is úgy tudni, hogy Németország és Belgium kardoskodott leginkább amellett, hogy inkább júniusban legyen a választás, nem lett tehát konszenzus, ezért vissza kellett térni az alapokhoz, és a szerződés pedig azt mondja ki, hogy június elején kell tartani a választásokat. El kellett ezt fogadni. Ez egyébként nem szokatlan, volt már ilyen 2004-ben, tehát a mi csatlakozásunk óta kétszer is, 2004-ben és 2009-ben, de a legutóbbi két választást már májusban tartották, és nagyon fontos tulajdonképpen ez az időpont, hiszen utána még nagyon sok tennivaló van, és nem mindegy, hogy erre mennyi idő jut. Először is létre kell hozni a parlamenti frakció
tagokat és szakbizottságokat. Ezeknek ki kell jelölni a vezetőit, delegálni kell a tagokat, a parlamentnek hivatalosan is meg kell alakulnia, eközben a tagállamoknak el kell dönteniük, hogy kit szeretnének az Európai Bizottság élére jelölni, a parlamentnek ezt a személyt is jóvá kell hagynia, majd a tagállamoknak biztosokat kell jelölni, a parlament őket is meghallgatja, és megszavazza az egész bizottságot, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon nem mindegy, hogy meddig tart, hiszen addig minden áll, amíg ez nem zárul le, és nem történik jogalkotás sem. Nem véletlen, hogy az Európai Parlament is azt szerette volna, hogyha májusban tartják a választásokat, de hát ebben a folyamatban nekik itt nincsen szavuk. Magyar szempontból sem teljesen mindegy egyébként, hiszen Magyarország jövő júliusban át fogja venni az unió soros elnöki tisztségét. Egy tagállamnak egyébként a júniusi időpont sem felel meg, Portugáliában ugyanis június 10-én nemzeti ünnep és munkaszüneti nap van, és ez hétfőre esik jövőre, és attól fél a portugál kormány, hogy az emberek elmennek egy hosszú hétvégére, és nagyon alacsony lesz a részvételi arány, nem lesz magas a választási kedv. Ez pedig az európai választásoknál nagyon fontos kérdés, kulcsfontosságú kérdés, hiszen egészen a legutóbbi választásig fokozatosan csökkent a választói aktivitás, és egyre kevesebben mentek el választani az Európai Parlamentre, ami pedig sokak szeméből megkérdőjelezte a testület legitimitását. A választás időpontjáról egyébként a soros elnök már tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, de ahhoz, hogy ez teljesen hivatalos legyen, még egy tanácsi jóváhagyás is szükséges, de ez már csak formalitás. Baracka Eszter, köszönjük szépen a tudósítást! Harmadik napja vizsgálódik Magyarországon az Európai Parlament ellenőrző bizottsága. Ma délelőtt találkoztak a kormány tagjaival. A területfejlesztési miniszter azt mondta, a küldöttség tagjai érezhetően politikai előítélettel érkeztek, de szerintem minden vitás kérdést sikerült megválaszolni. Navracsis Tibor abban bízik, hogy hazánk minél előbb megkaphatja a nekünk járó uniós forrásokat. Ez nem a jogállamiságról szól, hanem sokkal inkább a nyomásgyakorlásról. Magyarország nem enged a zsarolásnak, reagált az EP delegáció látogatására a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szerint abszurd, hogy egy olyan intézményből érkeznek hazánkat vizsgálni, ahol az uniós képviselők kofferszámra fogadhatnak el kenőpénzt. Ez az egész nem az átláthatóságról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy a magyar kormány nem hajlandó megváltoztatni az álláspontját kiemelt ügyekben. Nincs háború, nincs gender és nincs bevándorlás. A brüsszeli delegáció hétfőn érkezett Magyarországra, hogy az uniós pénzek felhasználását vizsgálja. A küldöttség tagja a Momentum EP képviselője Cseh Katalin és a DK-s Rónai Sándor is, továbbá a közismerten magyar ellenes Daniel Freund. Az M1 szerette volna megtudni, hogy Magyarország migrációs, gender vagy békepárti politikája zavarja-e, de a német zöldpárti politikus kitérő választ adott. Korábban viszont többször is egyértelművé tette véleményét, évek óta lobbizik hazánk ellen. Tavaly ősztel a Magyarország ügyét tárgyaló brüsszeli delegáció tagjaként is azt javasolta a bizottságnak, hogy tartsa vissza hazánktól a forrásokat. No migration, no gender, no war. És Daniel Freund volt az, aki Orbán Viktor miniszterelnöknek a CPEC Hungary megnyitóján elhangzott kijelentésére, miszerint nemet kell mondani a migrációra, genderre és a háborúra, a Twitter oldalán azt írta, nincs uniós pénz, ha Magyarország nem változtat az álláspontján. A német zöldpárti EP képviselő hozzátette azt is, hogy szerinte hazánkban nincs demokrácia. Számos képviselőnél a politikai előítéletek is befolyásolták a véleményalkotást, és ebből adódóan kérdéseknél is időnként tényszerű tévedések is előfordultak. Az EP delegáció tagjai közül többen is politikai előítélettel érkeztek, de a magyar kormány egy kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre törekedett, közölte a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor hangsúlyozta, minden vitás kérdésre választ adtak, így remélhetőleg heteken belül megkaphatjuk a nekünk járó uniós pénzeket. Abban bízom, hogy talán több kérdésben sikerült legalább árnyalni a Költségvetési Ellenőrző Bizottság álláspontját, vagy eddig kialakított véleményét, és még
azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy vannak olyan területek, ahol talán sikerült őket meggyőzni adatokkal, tényekkel, és ebből adódóan én inkább abban bízom, hogy hosszú távon talán legalábbis egy támogatót sikerül szereznünk ahhoz, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjünk. Navracsics Tibor hozzátette, hazánk minden feltétel teljesített, létrehozta az integritási hatóságot és módosította az igazságügyi törvényt is, így a bizottságnak ki kell fizetnie a Magyarországnak járó uniós forrásokat. A Momentum jelenleg is azon dolgozik, hogy a kormány és Brüsszel közt elakadjanak az uniós pénzekről szóló tárgyalások, erről írt az Origo. A portál szerint ez derül ki a párt európai parlamenti képviselőjének, Cseh Katalinnak a minapi nyilatkozatából is. Felidézik, hogy a balliberális politikusnak az a szándéka, hogy a kormányt megkerülve, akár senki által nem megválasztott politikai szervezetek is pályázhassanak az uniós támogatásokért. Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit, aki kétszínű volt. 2021 nyarán rántotta le a leplet Anonymous arról, hogy a Momentumos Cseh Katalin családi vállalkozása és az ahhoz köthető cégháló gyanús körülmények között csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatáshoz juthatott az elmúlt években. Noha az ügy kapcsán már gyanúsítás is történt, a Momentumos EP képviselő tagadta a korrupciós vádakat. Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. Irónikus, hogy épp Cseh Katalin a legaktívabb a források felfüggesztésének a szorgalmazásában, így fogalmazott az Origo. A portál a hazánknak járó EU-s források felfüggesztését célzó baloldali lobby tevékenységet bemutató cikk sorozatának legújabb részében a Momentumos politikus szerepét vizsgálta meg. Azt írták, már több mint fél éve ismert volt a nyilvánosság előtt a botrány, és már javában zajlott a nyomozás, amikor tavaly februárban az Európai Parlament elfogadta a Cseh Katalinról elnevezett, amellett kampányoló jelentést, hogy a kormány megkerülésével érkezhessenek hazánkba az uniós pénzek, például önkormányzatokhoz és civil szervezetekhez. Közvetlenül kell ezeket a pénzeket eljutatni a magyar településekhez. Cseh Katalin már tavaly decemberben az ATV műsorában is azt hangoztatta, azon dolgozik, hogy a magyar kormány helyett az önkormányzatoknak küldjék az uniós pénzeket. A bizottsághoz fordulok. Ilyenkor ezt a pénzt közvetlenül az önkormányzatoknak és a civileknek kell juttatni. Köszönöm szépen. Erre kérte 2021-ben Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára is az Európai Bizottságot. Kizárólag a Dobrev Klára vezette árnyék kormány az, amelyik haza tudná hozni ezeket a pénzeket. Rónai Sándor, DK-s európai parlamenti képviselő pedig az ATV műsorában kampányolt amellett, hogy hazánk ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. A Momentum jelenleg is azon dolgozik, hogy a kormány és Brüsszel közt az uniós pénzekről szóló tárgyalások elakadjanak, fogalmazott az Origo. A lap kiemelte, ebben a lobbiban a DK mellett a Momentum játssza a vezető szerepet. Belátható innen belül nem jön uniós pénz Magyarországra? Nem tud jönni. Gyurcsány Ferenc többször is hangoztatta, nagyon sokat tesznek azért, hogy az EU olyan feltételeket támaszson Magyarországnak, ami a kormány bukásához vezetne. A DK, akinek meg ugyanaz a szerepe és az a jelenlegi helyzetben az érdeke, hogy azt mondják, hogy mindenki rosszul végzi a dolgát, és ők azok, akik majd jönnek, és az önkormányzati választáson is, az önkormányzatokban, az Európai Parlamenti választáson és az Európai Parlamentben majd rendet tesznek, és Magyarországnak az érdekét képviselik. Kérdés az, és ezt mindenkinek érdemes megfontolnia, mennyiben képviseli az Magyarországnak az érdekét, aki azzal szemben megy, hogy Magyarország megkapja az Európai Uniós forrásokat. Elemzők szerint a baloldal politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy hazánk elessen az uniós pénzektől. Több mint 100 belgrádi iskolában volt bombariadó ma reggel. A szerb rendőrség órák óta folyamatosan ellenőrzi a helyszíneket. A tanítás az érintett iskolákban elmaradt, vagy távoktatással tartják meg az órákat. Már is kapcsolunk Belgrádba Tóth Diannához. Dianna, mondani sem kell, hogy miért van súlya ezeknek a tömeges bombariadóknak. Alig két hete egy 13 éves diák gyilkolt egy belgrádi iskolában. Most mi történt pontosan?
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Igen, így van. A két héttel ezelőtti tragédia borzalmai még frissen élnek mindenkiben, ezért a ma reggelre érkezett bombariadó híre mindenkit felzaklatott. A rendőrség azonnal ki is vonult abba a 115 oktatási intézménybe, ahová ma hajnalban körülbelül 4:30 magasságában e-mailben érkezett a fenyegetés. Ellenőrzik az épületeket, elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket, és a diákok csak azután ülnek majd vissza az iskolapadokba, ha már megbizonyosodtak arról, hogy az biztonságos. Addig pedig távoktatás formájában zajlik a tanítás, vagy pedig elmarad az oktatás a mai napon az érintett épületekben. A mögöttünk látható iskola is kapott fenyegetést arról, hogy bomba van az épületben. Itt csak délelőtti váltásban járnak a gyerekek iskolába, és még mielőtt elindultak volna, értesítették a szülőket és a diákokat, hogy ne induljanak el, és azonnal át is álltak távoktatásra. Az intézmény igazgatója elmondta egyébként, hogy a rendőrség rövid idő alatt megérkezett a helyszínre, ellenőrizték az épületet, és mindent rendben találtak. Az épület tehát biztonságos, így a délutánra tervezett sport és egyéb aktivitásokat már megtartják a gyerekeknek. Egyébként 78 általános iskolába és 37 középiskolába érkezett fenyegetés arra vonatkozóan, hogy bomba van az épületekben. Ami pedig a bombariadókat illeti, ez nem egy új keletű dolog, ugyanis az elmúlt évben több ilyen fenyegetést is kaptak a szerbiai iskolák országszerte, amikről, mint később kiderült, hamisak voltak. Ennek ellenére az iskolai lövöldözés tükrében ezek a fenyegetések tovább fokozzák a tanulók, a tanárok és a szülők aggodalmait. Tóth Dianna, köszönjük szépen a tudósítást! Balesetet szenvedett egy kisiskolásokat szállító busz az ausztráliai Melbourne-ben. 45 alsó tagozatos diák volt a buszon, amikor egy teherautó hátulról belerohant és felborította. A balesetben 18 gyerek sérült meg, közülük 9-en súlyosan. A gyerekeket a buszvezető és az arra járó szemtanúk húzták ki a roncsok közül. Kétségtelenül hősiesen viselkedtek mindannyian, vélhetően még súlyosabb sérüléseket előztek meg azzal, hogy gyorsan és határozottan cselekedtek. A busz az oldalára borult, szivárgott belőle az üzemanyag, és a sérültek látványa is nyomasztó lehetett. Továbbra is sok beteget ápolnak még Szlovákiában a hétfői buszbaleset után. Több utast már kiengedtek, és Magyarországon folytatják a kezeléseket, de vannak olyanok is, akiket Pozsonyban műtenek meg. További részletek Bartal Tímeától Pozsonyból. Pozsonyból az egyetemi kórházból tegnap 2 beteget elbocsátottak, így aztán 10-re csökkent azoknak a száma, akiket itt ápolnak Pozsonyban, és így volt ez a malackai kórházzal is, ahonnan szintén 2 hölgybeteget elbocsátottak tegnap, ők a családjuk körében tudtak hazautazni, azzal a feltétellel, hogy Magyarországon még további műtétek várnak rájuk. Ezen kívül a szakolcai kórházban még ápolnak betegeket, 4 beteget, ők egyébként idős betegek, 70 és 78 év közöttiek, és súlyos, közepesen súlyos állapotban vannak, tehát ilyen sérüléseket szereztek. A malackai kórházban maradt még így is 3 beteg, közülük 2 férfi valamivel jobb állapotban van, 1 beteg pedig az intenzív osztályon van. Bár még folyamatban van a buszbaleset pontos okainak feltárása, az eddigi vizsgálatok szerint nem aludt el a sofőr vezetés közben. Szálka Miklós közlekedési szakértő az M1-en azt mondta, más oka lehetett a tragédiának. Az autóbusznak jobbra volt állítva a kereke, tehát az, hogy elaludt, az én úgy érzem, hogy kizárható, tehát ő megpróbált menekülni ebből a helyzetből. Nagy valószínűséggel a kamion vagy bevágott előtte, vagy fék problémája volt, és hirtelen befékeződött. Gyújtogatás okozhatta azt a tüzet, ami miatt leégett egy szálloda Új-Zéland fővárosában. A tűzvész a 4-szintes épület legfelső emeletén gyulladt ki. Legkevesebb 6-an meghaltak, de a hatóságok figyelmeztettek, akár 20 áldozata is lehet a tragédiának. Az épület súlyosan megrongálódott a tűzben, még napokig tarthat, mire teljesen átvizsgálják.
Továbbra is kritikus a helyzet Észak-Olaszországban, ahol a hatalmas mennyiségű csapadék miatt folyók és patakok áradtak meg. Legalább 3 életüket vesztették, csak nem 5000 embert pedig evakuáltak. Sok helyütt a közlekedés megbénult, 5 megye teljesen víz alatt van. A katasztrófa védelem kedden további 24 órával meghosszabbította a legmagasabb fokozatú készültséget az észak-olaszországi Emilia-Románia tartományban. A folyók és patakok áradása és az esőzés okozta földcsuszamlások miatt. A nagy mennyiségű csapadéktól a tartomány 10 folyója annyira megduzzadt, hogy földeket és lakott területeket árasztott el. Több mint 5000 lakost evakuáltak. Medola városának polgármestere azt mondta, a helyzet kritikus. A vízgyűjtő területen rendkívüli mennyiségű csapadék hullott, a Voltre patak helyenként már túlcsordult. Ellenőrizzük az összes házat, amely közel van a mederhez. Arra kérek mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos, mert továbbra is esni fog, mondta Roberto Cavallucci. Az olasz média tájékoztatása szerint eddig 3 ember életet követelt az ítéletidő, többeket pedig eltűntként tartanak nyilván. Az egyik áldozat minden bizonnyal megfulladta a megáradt Montone folyó közelében található háza földszintjén, a feleségét azonban sikerült kimenteni. Egy másik, 70 év körüli férfi a Savio folyó áradásának lett az áldozata, neki a felesége is eltűnt. Egy harmadik áldozat pedig a tengerparton halt meg. Riasztás lépett életbe az Adriai tengerpart városaiban is. Az üdülőhelyként ismert Rimini tengerpartját elmosták a hullámok. Ugyanez megtörtént Cesenaticóban is, ahol a tűzoltóknak kellett sok esetben intézkedniük. Homokzsákokkal próbálják útját állni a víznek. Elárasztott minket a víz, sok homokot elmosott, és attól tartunk, hogy a helyzet még rosszabb lesz. A tenger már a fél strandot elvitte, mondta a Cesenaticói életmentők elnöke. Cesén a városában többen az épületek tetején találtak menedékre, helikopterrel mentették őket. A térségben a szélsőséges időjárás áramszünetet is okozott. Emlékszem, fiatal koromban is volt egy áradás, de most nehezebb a helyzet. Nézzenek csak körül, nagyon aggasztó, mondta egy helyi férfi. A város polgármestere szerint is nagyon nehéz a helyzet. Egy kislányt és édesanyját a szomszédok úszva mentettek ki az árból. Az összes ház, amelyek a folyó túloldalán vannak, a töltés szintje alatt épültek. Amint a víz megtalálja a töltés gyenge pontját, elárasztja őket, mondta egy csezénai lakos. Készültség lépett életbe a kelet-olaszországi tengerparti Marche tartományban is. Több utat is lezártak az áradások miatt, a folyóparti üzletek zárva tartanak, és érvényben maradt a rendelet, amelyben arra szólítják fel a lakosságot, hogy maradjanak a házaik felső emeletén. Egy tyúk miatt állt le Mexikóváros tömegközlekedése hétfőn. A szárnyast a sinek között üldözték a helyi közlekedési társaság munkatársai. Seprűt, kesztyűt, szemetes zsákot is bevetettek az akcióban, amelyhez a polgárőrség is csatlakozott. A tyúkot végül befogták. Mexikóváros polgármestere azt állítja, szabotázs akció történt, hogy lassítsák a 9 milliós város tömegközlekedését. A leállások szinte mindennaposak. Ez volt a Híradó délben, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Most pedig jön a Nemzeti Sport Híradó Környei Bencével. Tartsanak velünk!